Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket. Mai műsorunkban megtudhatják, miért érdemes kihasználni még idén az OKS képzések nyújtotta lehetőségeket. Foglalkozunk az építőipari szakmák Tolna megyei képzésével, ami kifejezetten ígéretes jövőt tartogat a mai fiataloknak, valamint felvillantjuk, mit rejt számunkra a nájlon zacskómentes jövő. Tartsanak velünk! A jövő évtől 174 olyan szakma lesz, amely alapszakmaként csak az iskola rendszerben oktatható. Több szakma teljesen megszűnik, vagy átalakul a képzési rendszere, mondta Fischer Sándor, a Kisosztolna megyei elnöke. Azok, akik nem akarnak évekre beülni az iskolapadba, még az idén tudnak képesítést szerezni a régi módon. A jövőre életbe lépő szakképzési rendszer gyökeresen átalakítja az oktatást. Megszűnnek vagy teljesen átalakulnak szakmai képzések, és 147 szakmában az alapképesítés csak az eleki előtt iskola rendszerében lehet majd elsajátítani. A Kisosz évtizedeken át elsősorban a kereskedelem és a vendéglátás területén a gazdaság elvárásainak figyelembevételével folytatott képzéseket. 1982 óta képzünk. 1993-ban viszont belépett az OKJ, az Országos Képzési Jegyzék, ez teljesen megváltoztatta az addigi rendszert, 750 szakma került be a képzési jegyzékben, és ennek következtében egy sokkal áttekinthetőbb rendszer alakult ki, lehetett látni, hogy kinek milyen végzettsége van, ennek megvolt a nyilvántartása, ezeket utána lehetett követni, sőt, miután 40 évig kötelesek vagyunk a képzések kapcsolatos valamennyi iratot megőrizni, visszamenőleg is meg tudtuk őrizni, és számszerűleg meg tudtuk mondani, hogy ki mikor végzett, és milyen szakmát szerzett. Hát gyakorlatilag voltak olyan időszakok, ahol kevesen végeztek, de voltak olyan évek, amikor gyakorlatilag százas nagyságrendben, megközelítőleg 7-800 ember végzett egy évben. Ez a képzési rendszer rugalmas volt, áttekinthető és megfelelt a gazdaság igényeinek, mondta Fischer Sándor. Számunkra mindig ez is fontos volt, hogy olyan embereket képezünk ki, akiket a gazdaság, azaz a vállalkozók alkalmazni tudnak, vagy önmaguk vállalkozóvá válnak. Mert számunkra az egy másik nagy kérdés, hogy vállalkozóvá válást is segítsük. Miután mi általában kereskedelem vendéglátás területén, meg egy pár szolgáltatás területén képzünk, a legkeresettebb szakma a bolti eladó, vagy a boltvezető, a vendéglátás különböző területein való szakmák voltak, szakács, pincér és a többi, illetve szolgáltatás területén a takarítói végzettség, vagy egy időben volt műkörömkészítés is. Megváltozottak a jogszabályok, ugye 2021-től országos képzési jegyzék megszűnik, helyette lesz a szakmai jegyzék, és a 174 szakmát soroltak alapszakmákkal, az alapszakmákat csak iskolai rendszerben lehet oktatni, a többi szakmát gyakorlatilag lehet iskola rendszeren kívül is. Amit jelent, az számunkra érdekes változást jelent. Elsősorban azt jelenti, hogy akik az alapszakmában, gondolok, pincér, szakács, stb. Akarnak végzettséget szerezni, azok be kell ülniük az iskolapadban. Akik úgy gondolják, hogy ez számukra megterhelő, vagy nem, nincs rá idejük, az pedig felnőtt képzés területén végezhetnek, például nálunk is. És ez azt is jelenti, hogy ez 2021-től általánossává válik, tehát akik még alapszakmát akarnak szerezni iskola rendszeren kívül, azok még ebben az évben kell megkezdeniük a tanulmányaikat, ettől függetlenül 2022-ig befejezhetik. 2021-től nem lesz szakácsképzés a Kisoszban, helyette szakácssegédet képeznek. Nem lesz pincérképzés sem, ezt a pincérsegédképzés veszi át. Nem tudom még egyelőre eldönteni, hogy mekkora igény lesz ez a piacon, miután ez saját erőből, tehát saját forrásból kell fedezni. Gyakorlatilag azt nem tudjuk, hogy ezek a változások, szakmai változások mennyit jelentenek a vállalkozás területén. Mennyire lesz elfogadható egy szakácssegéd végzettség például egy vállalkozás nyitáshoz. Ezt nem tudjuk még. Ilyen rendelet nincs még.
2018-ban 23,5%-kal nőtt az építőipar teljesítménye, ez azt jelenti, hogy egyre több szakmunkásra van szükség, például hegesztőre, festőre. Mivel ezen szakmákban már most sincs elég szakember, az ezt tanulók csak nyerhetnek. Az akár havi 50-60 ezer forint összeget elérő ösztöndíj mellé piacképes elméleti és gyakorlati tudást is szerezhet az építőipari szakmát tanuló diák. A Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményei így a korszerű szakképzés mellett növelik Tolna megye népesség megtartó erejét is. Katona Dénes a Szekszárdi Szakképzési Centrum Paksi első István szakképző iskolájának tanulója. Kiskora óta hegesztő édesapja mellett tanulta, melyik szerszám mire való, hogy kell használni. Azt mondta, már akkor eldöntötte, hogy ezzel akar foglalkozni és pénzt keresni. Szeptembertől a Paksi Mezei M Welt Kft-nél tanulja a szakmát. Most per pillanat a kalapácsot csináljuk, reszelővel, sorjázóval úgy. Nehezebb csinálni, mint más munkadarabot, mert ez vastag alapanyag. Úgyhogy lesz egy-két gond vele, de menni fog. Családban édesapám is hegesztő, és hát megtetszett ez a szakma. Ő is tanít engem otthon hegeszteni, itt a mezeinél is tanulok sokat, hogy bejelölni a munkadarabot mit, hogy. Ugye még vágni nem vághatunk, mert még elsősök vagyunk, akkor szólunk a mesternek, levágja a munkadarabot méretre, és akkor nekünk össze kell hegeszteni. Nálunk úgy van, hogy egyik héten iskola van, ugye hétfőtől péntekig, másik héten meg hétfő, kedd iskola, és csütörtök, vagy szerda, csütörtök, péntek gyakorlat. Vannak olyan iskolatípusok, miénk is ilyen, aki szakképzőiskola is, és technikum is, azaz be tudnak jönni egy 3 éves képzésre, és be tudnak jönni egy 5 éves képzésre is. A Szekszárdi Szakképzési Centrum első István szakképző iskolájának vezetője mutatta be a diákoknak, hogy a nemrég megjelent szakképzési törvény végrehajtási rendelete mit is jelent. Az ő iskolájukban is számos olyan szakmát lehet tanulni, amelyekre nagy a kereslet, és egyúttal a munkaerőpiaci hiányokra adnak választ. Ahogy mondta, szeptembertől új, az ipar követelményeihez és technikai szintjéhez alkalmazkodott tantervvel várják a jelentkező tanulókat. Mind a szakmának, mind az oktatásnak ez közös érdeke. Iskolánk a Szekszárdi Szakképzési Centrum immár 30 éve várja a szakmát tanulni vágyó fiatalokat. Iskolánk Paks térségébe található, a várostól mindösszesen 5 kilométerre, egy csodálatos zöldövezeti környezetbe. Az infrastruktúrális feltételeink is azt gondolom, hogy a térségben egyedülállóak. A szakképzést választóknak nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartani, hiszen a technikusokat és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet. A meglévő vállalati kapcsolatok mellett folyamatosan keressük és bővítjük a kapcsolatainkat. A képzési kínálatunkat mindig úgy alakítjuk ki, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodunk, és a vállalati igényeket beépítjük a képzési struktúránkba. Magas szintű szakmai képzésen túl fontosnak tartjuk a diák élet színesítését is, különböző pályázatok segítségével rendezünk különböző kirándulásokat, rendezvényeket, ami azt gondolom, hogy egy olyan plusz sikerélményhez juttatja a gyerekeket, amely a tanulmányi eredményben is megmutatkozik. Minden lehetőséget megragadunk, hogy a gyermekek a gyakorlati helyen és az iskolán kívül is öregbítsék a hírnevünket. Az építőipari szakmák térségünkben eddig is népszerűek voltak, hiszen Paks 2 miatt azt gondolom, hogy ez most országos hírnévre is szert tett. A szakma megszerzése után ezek a szakemberek 100%-ban el tudnak helyezkedni, hiszen óriási hiány mutatkozik nem csak a térségünkben, hanem országosan is az építőipari szakmák iránt. Ma már olyan biztos megélhetést jelent egy szakma, hogy egy fiatal bátran a kétkezi munkája lévén is olyan keresetre tud szert tenni, mint egy pályakezdő diplomás. Felmértük korábbi diákjainkat, akik már rendelkeznek a szakmákkal, megszerezték iskolánkban a szakképesítésüket, és az a tapasztalatunk, hogy a diákjaink 60%-a azonnal elhelyezkedik a munkaerőpiacon. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk, akik nálunk szereztek szakmát, és 40%-uk pedig tovább marad itt iskolánkban, és szerez még érettségi bizonyítványt. Természetesen az a maradék 60%, aki már azonnal szakmát, vagy azonnal munkát vállal, azokat úgy kell elképzelni, hogy azokból is a többség az felnőtt oktatás formájában további szakképesítést szerez.
Ma már olyan innovatív, korszerű technológiát alkalmazva tanulják meg diákjaink a szakmát, hogy a szakmai presztízst szereznek a harmadik év végére, hiszen a digitalizáció minden szakmában megjelenik. 2019. szeptemberében egy pilot program keretében elindítottunk egy pályaorientációs osztályt, és ezt 2020. szeptemberében is indítani fogjuk, és azon tanulókat várjuk, akik a 8. osztályt elvégezték. Az nem feltétel, hogy most 2020. júniusában végezték el a 8. osztályt, korábbi évben is már elvégezhetik. Ide azokat várjuk, akik elkezdtek egy szakmát, de úgy gondolják, hogy nem találták meg benne a jövőképet, és ezáltal elhagyják azt a szakmát, akkor tanácsoljuk nekik, hogy jöjjenek ebbe az osztályba. Felmérések alapján 2018-ban 23,5%-kal nőtt az építőipar termelékenysége. Ez azt jelenti, hogy egyre több szakmunkásra van szükség, például hegesztőre, mivel ezen szakma 7 megyében is az 5. legnagyobb hiányszakmának számít. Jó. Tessék ezt átérni. Így 50, így meg 13. Innen is. Igen, így 13 mindegyik, és akkor így befelé meg 50, és szépen összevonalazza. A most hiány szakmának számító hegesztő, valamint épület és szerkezet lakatos szakmát tanulókat a nemrég megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíj rendszer is támogatja. Ezen diákok akár havi 50-60 ezer forint összeget elérő ösztöndíj mellé piacképes, elméleti és gyakorlati tudást is szerezhetnek. Mindezt az iskola helyi cégekkel való közös együttműködése is segíti. Ilyen a közelben található Mezei Mihály által vezetett vállalattal való partnerség is. Én is oktatom őket, mert itt is van elmélet, tehát itt is van hegesztésismeret, itt is van egy tanterem, ahol a gyerekek beülnek, és ugyanúgy mi azzal a tematikával, azzal a szisztémával haladunk itt a gyerekekkel, mint amit az iskolában már hallottak, tanultak, jegyeztek, írtak, rajzoltak, mindent, tehát mi elég jól összedolgozunk itt az első Istvánnal, és természetesen, hogyha bármi gondunk van, akkor azonnal ezt tudjuk orvosolni, mert hát ugye itt vagyunk a szomszédban, tehát tényleg 5 perc. Tehát ugyanúgy mi írjuk az e-naplótól kezdve, mi írunk mindent a gyakorlati oktatással kapcsolatban, a gyerekeknek a hiányzásokat, a jegyeket, tehát amit mi osztályzunk. 3-szor osztályzunk egy hónapba, tehát ugyanúgy elméletet, gyakorlatot és még a hegesztésnek a gyakorlatát, tehát 3 jegyből tevődik össze a diákoknak a havi jegy, amit az iskolába az osztályfőnök lezár. Ösztöndíjrendszer nálunk ugye meghatározott ösztöndíjrendszer van. Vannak, akik ugye magasabb tanulók, vagy jobb tanulók, azoknak kicsit magasabb az ösztöndíj. Úgy szintén egyformán van utazási kedve, utazási jegy van nálunk, akkor étkezési jegy van nálunk. Aki jobban tanul, tehát annak magasabb az ösztöndíja. Tehát, de igen, itt a 9-eseknél nem tud ez megvalósulni, mert ugye még a 9. osztály az nem tudja azt, amit mondjuk a 10. vagy a 11. osztály. Most ugye 11 fő van nálunk, itt a mi meglátásunk szerint talán egy 4 fő, ha itt marad, a többi az máshova megy. A 4 főnek ugyanúgy, hogy akkor megemeljük az ösztöndíját, de itt nekünk elő van írva az ösztöndíjnak az emelése. Kiadták, hogy mit kell nekünk megcsinálni, a mestervizsgától kezdve, a hegesztő mesterlevéltől kezdve, az elméleti oktatáshoz a pedagógiai ismereteket és a pszichológiai ismereteket, ezt mind meg kell csinálni, tehát anélkül nem tud az ember oktatni. Erre mi ugyanúgy mindent megcsináltuk most. Tehát a 9-es diákok minden második héten 3 napot vannak itt, szerda, csütörtök, péntek. A 10-es diákok vannak itt minden második héten, kedd, szerda, csütörtök, péntek. A 10-es diákok azok meg minden második héten itt vannak, és hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. És 7-től 2-ig vannak, tehát ez így ez rendszerezik, mert végül is hát a buszjáratot is figyelembe kell nekünk venni, hogy ugye most egy kicsit kiesünk a várostól, és akkor így figyelembe kell venni. A vállalat a korszerű szakképzés mellett növeli Tolna megye népesség megtartó erejét is.
Egy 2017-es magyarországi felmérés szerint a megkérdezett tanulók 78%-a azt válaszolta, hogy szívesen részt vesz olyan képzésen, amely a tanórákon kívül további lehetőséget nyújt ismereteik bővítésére. A stabil hátteret biztosító átfogó szakmai képzésekre pedig azért is szükség van, hogy a választott területen karriert építő fiatalok meg is maradjanak pályájukon. Ez segíti az ugyancsak Pakson található DC gépszer is. Fő tevékenységi körünknek megfelelően hegesztési gyakorlatra és hegesztési szakmára jelentkező úriemberek képzését végezzük a szakmai részét a Gépszer Kft.-nél. 10 éve tart az együttműködés. Pozitívumok első körben a szakmunkás erő és erőforrások hiánya miatt a saját általunk képzett, profilozott új szakmunkás erő betanítása, illetve képzése. Az iskolának természetesen nem kell egy ekkora költséggel fenntartható tanműhelyt ellátniuk, finanszírozniuk. Nekünk viszont ez azért jó, hogy tudunk válogatni a megfelelő szakmunkás erőből, erőforrásból. A hegesztési szakma fortéjait, szépségeit mutatjuk be, így nem csak a pad mögött, hanem fizikálisan is szembesülhetnek, illetve gyakorolhatják ezeknek az apró momentumait, mozdulatait. Hogy az ide jelentkező diákoknak ösztöndíjat, munkaruhát, buszbérletet tudunk felajánlani, illetve folyamatos szakmai képzést, nem csak a hegesztőmester által, hanem jó magam által is tudunk szellemi oktatást is, ami hiányosságokat nem kapják meg netán talán az iskolába, azt itt pótoljuk. A hegesztés terén is az innováció egy fő fogalom, ez folyamatosan lüktet és fejlődik. A lényege az, hogy a fémes kötéseket minél jobb minőségbe tudjuk előállítani, ezáltal a megfelelő operatív személyzet szükséges ezeknek a bonyolult berendezéseknek a kezeléséhez. Naprakész oktatói tudás birtokában tanítják az odaérkező szakmai gyakorlatot végző diákokat. Közülük többen maradtak és helyezkedtek el munkaszerződéssel a cégen belül. A szakképzés azokat a készségeket segíti elsajátítani, amelyeket a munkaadók elvárnak. A legtöbb diák szerint a szakképzés kiváló munkaerőpiaci kilátásokat nyújt, belépőjegy a keresett és jól fizetett szakmák világába. Azért választottam a hegesztő szakmát, mert nagyon jó szakmának tartottam, meg otthon is volt egy hegesztőgépünk, amin otthon hegeszgettem, és megtetszett így a vassal kapcsolatosan így ez az egész. Eleinte nem itt ennél a cégnél voltunk, ott inkább lakatos munkákat reszeltünk, köszörültünk, azt nem nagyon szerettem. De viszont itt, amióta itt vagyunk, azóta csak hegesztünk, először elektrodával hegesztettünk, utána így szépen fokozatosan avival, CO-val, lánggal hegesztettünk, de inkább avival csövet hegesztünk, kicsi csőtől nagy csövig. Ahogy végzek a szakmából, egyből el szeretnék helyezkedni egy olyan céghez, ahol még tudok továbbfejlődni, de még úgy nagyon nem nagy elképzelésem nincs, hogy hova. Nagyon sok pénz van benne, az biztos. Igazából itt Magyarországon is lehet jól keresni a hegesztő szakmával. A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is felmérte a jövő munkavállalóinak munkahelyválasztási preferenciáit egy hazai cég. 37 ezer fiatalt kérdeztek meg a munkavállalási elképzeléseikről. A kutatásból kiderül, hogy a 16-28 éves korosztály számára a munkahelyválasztási szempontok között első helyen a rugalmas munkarend és munkaidő áll, melyet az alapbért megelőzve a stabilitás és kiszámíthatóság követ. 2021-től teljesen betilthatják a műanyag zacskókat Magyarországon, helyette más módon kell majd a boltokban vásárolt termékeket tárolni és hazavinni. A vevők azt mondják, igyekeznek kikerülni a nylon zacskókat, de nem mindig, és minden üzletben van erre mód. Van olyan hipermarket lánc, ahol már felkészültek a műanyag zacskómentes kereskedelemre, és többféle környezetkímélő megoldást kitaláltak a termékek elpakolására. Műanyag zacskóba kerül a zsemle az egyik szekszárdi bevásárlóközpontban.
és ugyanilyen zacskóban landol a zöldség is, de már nem sokáig. 2021-től teljesen betilthatják a műanyag zacskókat Magyarországon, helyette más módon kell majd a boltokban megvásárolt termékeket tárolni és hazavinni. A vásárlók között van, aki már tudatosan odafigyel arra, hogy ne használjon ilyen környezetszennyező anyagot, és otthonról hozott textil szatyorba vagy kosárba teszi a megvásárolt termékeket. Más vevők azonban nem mindig tudják kikerülni a műanyag zacskók használatát. Azt hiszem, hogy jó, hogy kivezetik, tehát nem hiszem, hogy egészségesek. És ön hogyan vásárol egyébként? Mit hoz magával? Mibe rakja a termékeket? Kosárba. A zöldség, gyümölcs, pékáru leméréséhez a többség az ingyenes műanyag zacskókat használja még, ha olyan boltban vásárol, ahol a vonalkód miatt kénytelen valamibe beletenni ezeket a termékeket. Az a baj, hogy sokszor csak egyet veszek, és akkor mindent belerakok, és akkor külön méreget tettem ott le, mert nem akarok annyit. Otthon teli van a ház nejlon zacskókkal. Az egyik országos hipermarketlánc többfajta nem műanyagból készült zacskót kínál eladásra, és bevezette üzleteiben az újrahasznosítható zsákokat is, a zöldségek, gyümölcsök vásárlására. Az elmúlt időszak termékfejlesztéseinek köszönhetően cégünknél a műanyagból készült bevásárló táskák megrendelése gyakorlatilag teljes egészében leállt. Csak ott találhatóak műanyagból készült bevásárló táskák azokban az üzletekben, ahol még a maradvány készletek elérhetőek, de már nem rendel műanyagból készült bevásárló táskákat. Ezeknek a helyét átvette a papírból készült bevásárlótáskák sora, a vászonból készült többször használatos mosható bevásárlótáskák sora, illetve különböző környezetbarát, illetve biológiailag lebomló anyagokból készült bevásárlótáskák sora. Nagy kérdés, hogyha betiltják a műanyag zacskókat jövő évtől, a vevők mibe tudják majd elrakni a megvásárolt termékeket a különböző boltokban. Ez a bolthálózat erre is talált megoldást. Azt, hogy mi lesz 2021-ben, azt szerintem egyikünk sem tudja, de erre már is van egy megoldás, ami egyébként nálunk, hogy is mondjam, ezt hirdetjük is, illetve teljesen működőképes, hogy abba teszi, amiben akarja, tehát hozhat magával bármit. Tehát saját csomagoló anyag használatát is engedélyezünk, mind a pékáru, mind a zöldséggyümölcs tekintetében. A zombai általános iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek környezettudatos nevelésére. Ennek része az is, hogy függönyanyagból készült zsákokat osztanak a Zöldalma Klub tagjainak, amikbe bele lehet rakni a zöldséget, gyümölcsöt, pékárút. Több helyen készítenek hasonlók és zacskókat, mi speciálisan a zöldalmások részére logóval ellátott szatyrocskákat készítettünk. Ugye az volna a feladat, az volna a cél, hogy a gyerekek és a kedves szülők is egy kicsit környezettudatosabban próbáljanak élni. Ugye elmegyünk bevásárolni, veszünk zöldséget, gyümölcsöt, mindenfélét. Mindig letépünk egy nájlonzacskót, és külön-külön pakolunk mindent. Hazamegyünk, és otthon ezt a nájlonzacskót azonnal a kukába dobjuk, így hát a föld tele van műanyag szeméttel. Törekedjünk arra, hogy az egyszer használatos műanyagok mennyiségét csökkentsük. Erre valók ezek a kis szatyocskák. Szűcs Sándorné azt mondja, a textilből készült zsákot bárki el tudja otthon is készíteni. Otthon is elkészíthető, bármiféle kis maradék, vászonból vagy kis függönyanyagból. Ez egy egyszerű kis nevezzük függönyanyagnak, szépen be lehet húzni, így hát nagyon praktikus, de egyszerű házi módszerrel is varázsolhatunk olyan szatyrocskát, ami kiváltja az egyszer használatos műanyagot. A világban összesen gyártott műanyag zacskók 80%-át Európában használják. Egy 2015-ös adat szerint Európában évente 100 milliárd műanyag zacskó kerül piacra. Magyarországon az egyfőre jutó éves nejlon zacskó felhasználás 30 darab. Ez felszorozva az ország lakosságával közel 300 millió zacskót jelent. A NAV idén is mindenkinek elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Ezeket a tervezeteket az adóhivatal március 15-től elektronikus formában elérhetővé teszi. Akinek még nincs ügyfélkapuja és nem is szeretne elektronikusan ügyet intézni, ezúttal is kérheti a tervezetének postázását. Erre március 16-áig van módja. Március 16-áig SMS-ben is kérhető az adóbevallási tervezet postázása, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna megyei igazgatósága. Mózsik Szilvia szóvívő elmondta, az adóhatóság idén is külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről rendelkezik munkáltatói vagy kifizetői adattal.
a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók, áfás magánszemélyek és mezőgazdasági őstermelők részére is, a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatok alapján, és ezeket a tervezeteket lehet majd, mint említettem, március 15-től megtekinteni az ügyfélkapunk keresztül. Akinek még nincs ügyfélkapuja és nem is szeretne elektronikusan ügyet intézni, az idén is kérheti az adóhivataltól a tervezetének postázását. Ezt többféle módon lehet kérni. Nagyon fontos, hogy mindegyik esetben meg kell adni a születési dátumot és az adóazonosító jelet. A tervezett postázását lehet kérni SMS-ben a 0633444304-es számon, aztán a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon, kötetlen formátumú levélben, a 1819-es hívószámon és személyesen az ügyfélszolgálatokon. Akkor sem történik tragédia, ha valaki lecsúszik a március 16-ai határidőről, és nem kéri addig az adóbevallási tervezetének postázását. Akkor fontos, hogy utána már csak majd személyesen az ügyfélszolgálatokon tudja ezt a tervezetet kikérni, vagy pedig még május 20-áig mindig ügyfélkaput nyithat igazából, akár május 20-án is, és megnézheti úgy a tervezetét az ügyfélkapunk keresztül, jóvá hagyhatja azt, vagy pedig beadhat egy új személyi jövedelem adóbevallást. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni. Egészen május 20-áig van erre módunk. Hozzám című heti gazdasági magazinunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.